Sziasztok, én Lucky vagyok, és a mai videóban egy kicsit különlegességgel készültem nektek, hiszen a csatornán eddig nem igen volt ilyenfajta videó. Tulajdonképpen annyi történt, hogy Facebookomra kiírtam egy posztot, hogy írjatok hozzászólásban kérdéseket, feladatokat, amiket meg kell csinálnom videóban. És hát, ez sült ki belőle. Hívj fel egy random embert a mobilodon, és mondd neki, hogy gyere ki a sarokra, mert bepisáltam. Jó, feljön az egyik volt osztálytársamon. Hallod, haver, ez most kurva komoly, gyere ki, légy szia a sarokra, mert behugyoztam. Mi van? Videóba fog ez majd menni, jó? Kaptam egy olyan kérdést, hogy hívjak fel valakit, hogy mondjam ezt. Jó van amúgy, de komolyan gyere ki, mert komolyan behugyoztam. Úristen, mit csinál? Na jó, köszi szépen, jó, ciao, ciao. Azért az a reakció, baszki. Nyadd meg a lábujjad, please, léci. Csak azért, mert ilyen szépen kérted. Csókolom, Ági van. Ági, furt gyümölcsek áll. Hatféle gyümölcs. Ági? Van. Lesz olyan videó, amiben benne lesz a barátnőd? Yay! Vettem a tesónak egy bugyit, kérdezd meg, mikor adhatom neki oda. Nekem sose veszi fel a telefont. A Dávid vett nektek bugyit. Azt kérdezi, mikor adja oda. A nyudék tudják, hogy buzi vagy? Nem tudják. Várj. Bazd meg. Egyél meg egy egész citromot kihívás. Na az a helyzet a citrommal, hogy nincs, de Vince nagyon kedves volt és felajánlott, hogy ad egy citromot, mert neki van. Gyorsan elmegyek Vincehez, hozok egy citromot és megesszük. Siker. Nyom 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 nyom. Alright. Meghámoztam a citromot, ahogy csak tudtam. Húha! Ez elég sok olyan citrom lesz, úgy érzem. Azt tűztem ki magamnak célnak, hogy megpróbálok fintorgás nélkül. Nem tudom, hogy ez fintorgásnak számít, de nagyon remélem, hogy nem. Ezt egyszerre megegyem, ez körülbelül a fele. Megpróbálom. Á. Hú, azért szerintem azért viszonylag jól sikerült, de nem ennék meg még egyet. Állj fejen és énekelj! Ez a barátnőm zoknia, nagyon szexi, úgy érzem. De kéne a fejem alá egy párra mondjuk, mert szíp megy a fejem. I'm tired of being what you want me to be. Feeling so faithless, lost under the surface. You don't know what you're expecting of me. I've become so bad, I can feel you there. Become so tight, so much more aware. I've become in this, all I want to do is be more like me and be less like you. Szeretsz az életben focizni, vagy valamilyen sportot űzni? Ha igen, milyen lenne az? Igazából ráhibáztál, mert focizni szeretek nagyon, és az tulajdonképpen bármilyen időjárási bizonytagságok közepette, akár hóban, fagyban. Nem hiszed el?
Próbáld meg a hátraszaltót! Az a helyzet a hátraszaltóval, hogy ennél soha nem csináltam, csak vízbe, dobbantóról. Szóval ez érdekes lesz. És elég veszélyes. Inkább megpróbálom először az előre szaltót, jó? Az könnyű. Nem fog ez menni. Megpróbáltam az előre szaltót, mert a hátra szaltót meg sem értem. Hát, majd a következő videóra megpróbálom. Ha két kisegér 9 óra 36 perc 2,742 százezred másodperc alatt eszik meg 9,527 ezred gram füstölt trapista sajtot, és egy macska 8 liter kecsketejet 1 óra alatt iszik meg, akkor 9 dízel meghajtású kamion 300 km megtétele után 900 liter benzin fogyaszt, miközben a 9 kamionban ülő 9 sofőr 9 szivar szív fejenként egyet, akkor 130 ezer lakista mennyi összidő tartalomnyi videót néz meg. Igen. Hívd fel Jámest és mondd meg neki, hogy kicsi a farka. Igen. Szia, James Lucky vagyok. Cső. Csak annyit szeretnék mondani, hogy kicsi a fikid. Jó, köszike. Nagy videózott a szar. Honnan tudod? Hát láttam a Facebook oldaladon. Ne. Meg lájkoltam is a kommentet, amit nem írták, szóval... Basz, az kurva gáz. Jó van, akkor majd jó étvágy, meg ilyenek. Ja, köszi. Bocsi, ciao, ciao. Semmi cső. Mondd ki ezt a szót. Megszentségtelenítetetlenségeskedéseitekért. Nem törött bele a nyelvem, akkor én vagyok az Ultra Giga meg a király. Bitch. Hívd fel az egyik ismerősöd és mondd meg neki, hogy pakolj, mert indulunk Mexikóba. Na csá. Na csá, hallod, nagyon nagy fasságot csináltam. Na mi van? Pakolj, mert indulunk Mexikóba. Ja, baj. Komolyan mondni. Mit elhoznál? Bazd meg! Na. Köszönöm mindenki. Nagyon szépen köszönik, gondolom. Jó, szia. Mi volt az első reakciód a Minecraftra? Mutasd meg. No, van ez a játék, amiről mindenki beszél mostanában, nézzük meg. Parkórozz a szobádban vagy az udvarom. Ez egy kemény parkour videó volt. Hívd fel egy random idegen embert és rendelj tőle pizzát. Ezt annyiban megváltoztatom, hogy nem random idegen lesz, hanem az egyik haverom. Halló? Jó napot kívánok, pizzát szeretnék rendelni. Milyen pizzát? Egy sonkás kukoricás lenne. És az
sajnos ezzel nem tudok szolgálni. Kapd a faszom. Fel is lehet, hogy... Neee. Köszi szépen. De aztán iparkodjál, mert ilyes vagyok. Igen. Mindjárt nyomatom, aztán... Ja, nyomatom, két, ja. Két óra múlva. Jó, köszi szépen, várni fogom. Jó, rendben. Cső. Hogy megy egy reggeled, Lucke Y? Utasd be a tesódat, de miért kettő van tesóimat? Bogi! Réka! Hívd fel Pincét és mondd meg neki, hogy abba hagyod a videózást. Halló! Szasz Pince, ez most tényleg komoly, szóval ezt muszáj itt megbeszélnünk. Na várj, akkor legyen. Na mondjad! Úgy néz ki, hogy most emiatt végleg abba hagytam a videózást. Egyszerűen nem bírom tovább csinálni. Hát, tudod azt te is. Mit? Tudj átkult. Ja, ez egy videóba megy. Jó van, akkor amúgy csak vicc volt. Jó van, na. Puszi. Na ennyi lett volna ez a videó, nagyon remélem, hogy tetszett nektek, és ha így van, akkor kérjétek, nyomjatok rá egy lájkot, és találkozunk legközelebb is. Én Lucky voltam. Sziasztok!